Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok, és mutatom röviden, mi minden került a mai műsorunk témái közé. Vidám lakodalmak, bálok, mulatságok jellemzik a farsangi időszakot. Szekszárdi bádogos emlék a hónap műtárgya. Hímzések Siolgádról, Finta Györgynétől. Izgalmas programokkal készül a Babits Mihály Kulturális Központ januárban. A farsang a Vízkereszttől húshagyóked éjfélig, a hamvazó szerdával kezdődő nagybőjtig, a húsvétot megelőző 40. napig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakodalmak, bálok, mulatságok jellemzik. Magyarországon a 15. században terjedt el a szokás. Január 6-a, azaz Vízkereszt napja. Bizonyára erről az emberek azt tudják, hogy ilyenkor kell leszedni a karácsonyfát. Azonban emellett több egyházi szokás is kötődik ehhez a jeles naphoz. A kereszténységben Vízkereszt a 4. század elején vált liturgikus ünneppé. Ilyenkor azt ünnepeljük, hogy a három királyok ugye megjelennek Jézus jászolánál, és az azt jelenti, így is mondjuk, hogy a jelenés, megjelenik a világnak Jézus, mert a három király az pogány volt, és azzal, hogy Jézus megszületett, nem csak a úgymond keresztényeknek születik meg, hogy csak mi, hanem mindenkinek felkínálja magát. Ez az ünnepnek a jelentősége, Jézus megjelenésének az ünnepe, így is szoktuk mondani, és ilyenkor még Vízkereszt ünnepén szoktunk vizet is szentelni, ez nagyon szép hagyomány, elmegyünk házakhoz utána, házszentelőre, ilyenkor írunk fel a majtófélfára, ilyen szöveget, nem tudom, hogy tudják, hogy mit, hogy főleg a dátumot 2023, és akkor CMG, ez a Gáspár Menyhért Boldizsára, azért van C, mert hát ugye szokták mondani ezt több értelemben is, hogy Kaspár, a német nyelvterület jön, de igazából nem ez a lényeg, háromfajta hát népies kifejezés is van erre. Az egyik, ami nagyon-nagyon népies, nagyon nem igaz, ami szoktuk tréfában mondani, hogy gazda menny borért, ugye ezt, de nem ez az igazi, hanem az, hogy szokták ezt, hogy Gáspár menyhét Boldizsád, ami a legigazibb, hogy Krisztus manzi jónem benedikát. Krisztus megáldja a házat. Tehát Vízkereszt után elmegyünk, és megáldjuk azt a házat, de főleg az ember, akik ott élnek, hogy a családokban béke legyen. Tehát tényleg erről nagyon szeretek beszélni, hogy mennyire, hát nem az, hogy irigylem a házas embereket, meg a gyerekeket, hogy van nekik egy pár négyzetméter, ami a legszentebb hely. A világon lehet x ezer millió négyzetméter, nekik az a pár négyzetméter a legszentebb. Vízkereszt egyben a nagybőjtig tartó farsangi időszak kezdete is, hosszabb változó, a nagybőjt kezdetét jelentő hamvazó szerda időpontjától függ. Magyarországon a farsangi szokások a 15. században honosodtak meg. Azt írják le a középkortól kezdve már, hogy ebbe az időbe annyit esznek, isznak, mintha egy 40 napos hajóútra tartalékolnának. Tehát ez minden, de ez Oroszországtól kezdve Nyugat-Európa bármelyik államára is érvényes volt, ez a nagy ünneplések és tobzódások. Tehát ahogy említettem, ebben az időszakban mindent lehetett csinálni, ezért nem büntettek senkit. Még a másik az ugye, hogy a maskara, az állarc alatt csinálták, tehát nem is nagyon tudták, hogy ki az, aki elköveti ezeket a dolgokat. És tulajdonképpen a farsangi mulatságok, farsangi ünneplések elsősorban városokban nem is voltak mások, mint egy városi színház. Egy olyan színház, ami nem színpadon zajlott, és amilyen keretesen nagyon volt a város maga, a városi főtér volt a kerete, ahol mindenki résztvevője volt ennek a színháznak, mert gyakoriban előfordult, hogy például a úri hölgyek ugye tojásra dobálták meg a farsangolókat az emeleti ablakokból például, vagy a farsangosok, az is gyakorlat volt, hogy bementek a házakba, és ott azért tobzódtak, mulatoztak, összekenték a ott élőket, és egyéb. De hát ez büntetlenül szabad volt ebbe az időszakba, és hát ez az idő főleg ha hosszú volt, akkor azért érthető módon hosszú ünnepsülés is volt, de tulajdonképpen, ha magát a farsangot nézzük, akkor nem egész végig ugye ez a hosszú időszakban történtek ezek a napi események és a népszokásokhoz kapcsolódó elemek, hanem elsősorban a farsang farkára tevődtek, farsang vasárnaptól kezdődött, ez a farsang vasárnap gyakorlatilag a húshagyó kedd, tehát a kedd, a húshagyó hétfő, de hát az még nem mondhatjuk, és a farsang vasárnap. A farsangi népszokások ötféle elemet tartalmaznak, mondja a néprajzkutató. Az egyik tulajdonképpen a farsangi hiedelmeknek a szokás eleme, a másik a farsangi
köszöntésnek az eleme, a harmadik a dramatikus népszokásoknak az eleme, a negyedik a táncoknak az eleme, bulizás, ugye, az ötödik pedig a villáncsúfolás. De a farsangi hiedelmek azok tulajdonképpen ugyanúgy voltak, mint a többi népszokás elemnél, tehát jeles napnál megjelent. Általában a következő esztendő termékenység varázslása folyt ezen a napon, vagy különböző egyéb jóslás tevékenysége. Például egy érdekes szokást mondok el, ugye általában a férjóslásra szoktam beszélni, mert mindig a hölgyek kíváncsiak, hogy ki lesz a férjük és egyéb. Hát például olyan szokás elterjedt itt Tolna megyében, hogy a csontot kitették, illetve hát több csontot kiraktak, és fölírtak minden csont mögé egy nevet a falra, és amelyiket csontot elvitte előbb a kutya, olyan nevű lett a férje. A dramatikus népszokások különböző paródiaként jelentek meg. Beöltöztek, nagyon kedvelték a különböző állatalakokat, medvét például, a medvetáncoltatás az nagyon gyakori volt ebbe az időszakban. De talán a két legjellemzőbb volt erre az időszakra a lakodalmi paródia és a temetés paródia. Ennek nagyon gyönyörű emlékeim maradtak meg Magyarországon. A harsangnak a legfontosabb jellemzője az a maskarázás. Tehát mindenki beöltözik, nem csak az, hogy állarcot teszünk föl, hanem tulajdonképpen az, hogy valaminek beöltözünk. Amit mindannyian ismerünk, ez a negyedik eleme tulajdonképpen a farsangnak, ez a farsangi bálok. Megkezdődik a farsangi báli szezon, ugye a farsang az ismerkedés ideje. Itt ismerkedtek a fiatal, és utána hamarosan megtörtént a lánykérés és a házasság is utána. Nem sokáig várakoztak veled. Egy bádogos cégért választotta a Vosinszky-Mór megyei múzeum a hónap műtárgyává, bemutatva ezzel egy szekszárdi iparos család történetét, ahol 5 generáción keresztül öröklődött a bádogos mesterség. A történelmi hagyatékot Radek Lajos István még életében 85 éves korában ajándékozta a megyei múzeumnak. A Hradek család Szekszárd egyik legnagyobb jelentőséggel bíró kézműiparos családja volt a 19. századtól. Ekkor kezdtek el ugyanis a bádogossággal foglalkozni, és tették ezt szünet nélkül 5 generáción keresztül. A családnak a története az a 19. században nyúlik vissza. Valószínűleg, hogy előbbre is, de a történeti írott forrásokban 1828-ban találtuk meg őket legelőször. Jakobus Radek, tehát ugye latinosan Luminariusnak, tehát bádogosnak nevezte az 1828-as összeírás is. Tehát az biztos, hogy a visszamenőleg az 5. generáció a források tanúsága szerint is a bádogosságot művelte. Azért is jelentős ez a forrás, mert ez azt jelentette, hogy a családnak a biztos megélhetését adta maga a kézműiparos szakma. Tehát ebben az időben előfordult olyan is, hogy van, aki csak időlegesen az év egyharmadába dolgozott iparosként, a többiben a mezőgazdaságból élt meg. Azonban, hogyha ez az összeírás felgyűjtötte, akkor biztosan tudjuk, hogy a fő megélhetési forrása a bádogos szakma volt. A mesterséget Radek József vitte tovább az 1800-as évek közepén, majd őt fia Radek Károly Lajos követte. A dolog érdekessége a család történetében, hogy ő valószínűleg legénybádorlása során jutott el Ausztriába, és ott ausztriai származású felesége Prancér Juliannát hozza haza, és így költöznek Szekszárdra. Az ő házasságukból születik, majd később Radek Lajos, aki a legutolsó generációnak ugye az édesapja volt. És Radek Lajos születésével ő már a 4. generációs bádogos mester volt a családban. És így jutunk el tulajdonképpen a legutolsó generációhoz, Radek Lajos Istvánhoz, akit fiatalabb Radek Lajosnak is szoktak nevezni. A bádogos mesterség a fémműves kisipar speciáliságazatának tekinthető, ami szoros rokonságban áll a kovács mesterséggel. Nem véletlen, hogy a bádogosok többnyire ugyanazokat az eszközöket, szerszámokat használták, mint a kovácsok.
A bádugos mesterség alapvetően itt a 19. században nagyon sok terméknek az előállítását jelentette. Az eres csatornákon, illetve a háznak a bádugozásán kívül nagyon sok olyan háztartási eszközt is ők gyártottak, például mint az öntözőkannát, ami ugye a cégérben is megjelenik, különböző vödröket, de dézsákat, a disznóvágásnál használt nagy üstöket, üstházakat készítettek, szeneskannákat, belső háztartási eszközöket, edényeket, poharakat, szűrőkanalakat. Tehát ezeket mind-mind a háznál lévő műhelyben, vagy pedig ugye vásárokon árulták. Ugyancsak a jelentőségüket mutatja, hogy a fürdőszoba elterjedésével a polgári lakásokban a két világháború között nem csak fürdőkádokat is készítettek, és nagyon sokszor ők készítették el a vízvezeték csöveket. Éppen ezért a két világháborútól kezdődően nagyon sok bádogos, épületbádogos a vízvezeték szerelés szakmáját is megtanulta. Így volt Radek Lajos Istvánnál, illetve az édesapjánál, Radek Lajosnál is. A 19-20. Század fordulóján 45 bádogos mester dolgozott Tolna megyében, ebből 8 Szekszárdon. Radek Lajos István utolsó nagyszabású munkáját, a szekszárdi Szent István ház tetőzetének felújítását önkéntes alapon társadalmi munkában végezte el 2012-ben. Ekkor 81 éves volt. 85 éves volt, amikor 2015-ben fölvette a kapcsolatot a Vosinszky-Mór megyei múzeummal, és fölajánlotta a család történetét jelképező műhelynek az átadását. Tulajdonképpen a műhelyben talált eszközök, tehát egy rendkívül gazdag hagyatékról van szó, csípő, vágóeszközök, kalapácsok, üllőknek a garmada, megtalálhatók benne különböző satúk, olyan Németországból, Csehországból származó ipar által gyártott gépek, amelyek mind-mind a bádoglemezek hajtogatásához, peremezéséhez, lyukasztásához, alakításához valók. Tehát azt lehet mondani, hogy ténylegesen ez a hagyaték, ez a bádogos műhely leképezi egy több generációs, 200 éves családnak a kézműipar történetét. A 19. század elején készült cégér a családi jelképévé vált, ez csak a mester halála után kerülhetett a múzeum gyűjteményébe. Karácsonyt megelőzően a Szent István Bazilika lovagtermében több az ünnephez kötődő alkotás között ott volt két asztalterítő, mely a siolgárdi Finta Mihályné munkáját dicséri. Minden évben meghirdetik Budapesten a betlehemi jászol pályázatot tárgyalkotók, kismesterek számára, és a hímző asszony már 10 esztendeje rendszeresen pályázik alkotásaival. A hímzései segítségével tovább örökíti azt a népművészeti különlegességet, melyet a siolgárdi mintakincs hordoz. Ez a terítő, ez kendervászonra készült adventi terítő, ez egy adventi időszakra használt terítő. A visszafogottság színeivel, mert ugye siolgárdira jellemző a piros bordó, illetve hát már az a legvégső kialakulása, és hát az egyházi, a templomban is a visszafogottság színeivel terítenek az oltárterítőkre, és a lakáskultúrában is azt gondolom, hogy arra az időszakra, készülődési időszakára ilyenekkel lehet, vagy hasonlókkal díszíteni a lakásunkat. Ez egy 1934-es négy körüli minta. Ezt egy női ingen láttam. Finta Györgyi gyermekkora óta láthatta, hogyan készülnek otthon a hímzések.
Nem volt tudatos számára, hogy kövesse a család női elődeinek mintáját, de a gének valahogy mégiscsak dolgoztak, és a 2000-es évek környékén egy Sárközi Siolgár népművészetét bemutató könyv hatására maga is elkezdett komolyabban foglalkozni a mintakincsel. A mama szőt annak idején keveset is himeztek, illetve hát bocsánat, nem keveset, hanem úgy nem maradt fent tőle, inkább csak a szőttesek, szőttes darabok, és ő a dédnagymamám, az anyai nagymamám pedig a hímzésben annyit láttam, hogy a szélét, mindig őnek adták a szélét, hogy ő nagyon keményen tudta megcsinálni a szélét, tehát az lényeges, mert ugye utána azt szabjuk, vágjuk ki, tehát az adja meg a széle motivumot. Igazából nekem a 2000-ben, a millennium évében, mikor megjelent a faluról a helytörténeti könyv, a Száz Magyar Falu könyves háza keretében, és inkább úgy gyűjteni, hogy és azon a fényképeken látni, különösen fiúkon, férfiatal embereken, aztán jegyes páron, hogy fekete-fehér kép, és lehet látni, hogy a fiún, a férfin és csipkés a felső rész alól kilógó ruhadarab. És akkor hát kíváncsian kérdeztem, hogy férfiaknak, fiúknak, hogy... És akkor az valahogy úgy megmozdított, és itt-ott kérdezgettem, keresgettem, és akkor szerencsére egy férfi inget egy padláson megtaláltunk, aminek ugye az is nagyon nagy szerencse, hogy az eleje volt meg a mintája. Ugye a férfiaknál annak idején, hát ez a 900-as évek eleje, nagyon eleje, mert fényképek is azért bizonyítják, hogy a fiúknak is alul is himezték fehérrel az inget, a férfi manzsettát, az elején volt egy szolid fehér minta, abba esetleg egy monogram más színnel, vagy kékkel, vagy inkább bordóba menő pirossal, és hát ugye a gombnál és a nyaknál, a fiúknál a válfolt is, és fehér elhímezve volt, és ez valahogy elindított úgy, hogy na még mi? Mit találunk még? Mit himeztek? Bocsánat, zsebkendőket is. Akkor a zsebkendő volt szegény lányok előtt, ugye a fényképen, hát kevésszer mentek akkor fényt, tudatosan mentek, na most lefényképezzük a családot, és olyan nagyméretű zsebkendők, fehér zsebkendők voltak, amin a minta nem jött ki, csak igazában magába ugye az öltözetet, hát tisztító zsebkendő, és akkor ez így adta magát, tehát a könyv az igen megbolygatott, valószínű, hogy időm is volt rá. Finta Györgyné munkái eddig is kiemelkedő helyszíneken, a Magyarság házában, a Néprajzi Múzeumban, a Dunapalotában, vagy a Vajdahunyadvárában rendezett kiállítások anyagában is megtalálható volt. Azt mondja, számtalan példa van arra, hogy a viseleti kultúra díszítő elemei megjelennek a lakástextilek mintavilágában. A pályázati felhívásban ott volt, hogy a lakást ilyenkor, ahogy díszítő elemekkel is lehet pályázni, és akkor készen volt egy nagy abrosz, egy egyszerű kis szélehímzéssel, fehér, gyolcsra, ha ezt az asztalt kinyitjuk erre megfelelő méretbe, és ahhoz 6 tányér alátét szettel, tehát akkor a napi lakáskultúrát, hogy ünnepre, hogy terítenénk föl. No, az például úgy kapcsolódik a népviselethez, hogy az apai dédnagymamámnak az ing ujja széle mintával készült az abrosz, meg hát a tányér alátétek. Finta Györgyné számára a gyűjtés a mai napig fontos eleme a munkájának, hiszen számos minta ilyen módon került elő, és lett valamelyik alkotásának része. Mi az, amit még megtalálok a faluba, mi az, amit még el tudok készíteni, inkább ezekre a dolgokra így jött így jöttek a férfi, aztán akkor a női ingek, a lányka ingek, mert szerencsére aztán később azért még találtam egyet-kettőt, el nem adták, ezért megcsináltam. Tehát minél több olyan legyen a tulajdonomba, ami
tulajdonképpen jellemzi a mi hímzésünknek a kialakulását. Ezért neve, ezért is pályáztam a legutóbbi országos népművészeti kiállításra, itt regionálisra először itt Szekszárdon, a Tolna megyei népművészeti egyesület szervezésébe, és akkor éppen olyan hangulatom volt, vagy ötletem volt, hogy a zsebkendő élete, női zsebkendő, siagárdi női zsebkendő élete, ugye ott végig lehet vinni akár a viseleti változást, és azzal együtt a hímzésnek a változás. Tehát a színharmónia mintába a változás. Én így neveztem el a siagárdi női zsebkendő élete. Nagy szőtes gyűjteménnyel rendelkezik. Éveken át néptáncos volt, jól ismeri és készíti is a helyi viseletek darabjait. Célja, hogy hiteles darabokat hagyjon az utókorra. Soha nem volt célom, hogy kereskedjek az alkotásokkal, hangsúlyozza, hanem hogy megörökítsem és továbbadjam azt a szépséget, ami ránk maradt. Véleménye szerint Siolgárd nem annyira ismert, mint Bogyiszló vagy a Sárköz, pedig itt is jelentős a népi kultúra, amit nem szabad veszni hagyni. A 2023-as évet is gazdag program kínálattal indítja a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Többek között színházi előadásokkal, író-olvasó találkozóval és kiállításokkal várják az érdeklődőket. Illetve január 29-én egy újévi koncertre is sor kerül. Januárban sem unatkoznak majd a Tolnai Vármegye székhelyen élők. Ebben az esztendőben két jubileumi évfordulót is ünneplünk, mely kapcsán a Babits Mihály Kulturális Központ január 19-e és 25-e között a Magyar Kultúra Hetének keretében készül számos eseménye. Babits Mihály Kulturális Központnál nincs szünet, ezt tudjuk hosszú évek óta, ezért a 2023-as évet is egy igen gazdag program kínálattal próbáljuk elindítani. Mindannyian tudjuk, illetve sokat hallottunk róla, hogy ebben az évben két jeles évforduló is zajlik, és ezzel kapcsolatban két olyan emlékév is zajlik országunkban, amelynek sok fontos eseménye lesz. Egyrészt Kölcsey Ferenc himnusza 1823-ban született, akkor nyelte el a végleges formáját, illetve talán legismertebb, egyik legjelentősebb, legjelesebb költőnk Petőfi Sándor is 1823-ban született, tehát az ő születésének a 200 éves évfordulóját is ebben az évben ünnepeljük. Ezzel kapcsolatban mi január 19-e és 25-e között a Magyar Kultúra Hetét arra használjuk fel a szó jó értelmében, hogy számos olyan rendezvénnyel, színházi előadással, kulturális eseménnyel emlékezzünk meg ezekről a fontos dátumokról, amely minden bizonnyal az iskolás rétegtől egészen a felnőttek számára sok érdekes programot kínál. Színházi előadások zajlanak, kiállítás zajlik, gyermekrajz kiállítás zajlik a házban. Január 19-én immáron 20. alkalommal kerül megrendezésre a Mészöly Miklós emléknap, amelynek a Művészetek Háza tud otthont adni ebben az évben ismét. Emellett a színházi évadok is folytatódnak, majd január 29-én vasárnap egy újévi koncertre is sor kerül. Egy picit elhalasztott időpontban, de annál nagyobb lelkesedéssel szervezve szeretnénk köszönteni az új évet valamennyi támogatónkkal és a város lakóival együtt. A Budapest Jazz Orchestra kiváló vendégművészekkel, Polyák Lillával és Gájer Bálinttal érkezik. Azt hiszem, a korábbi évek hagyományát ezzel folytatni tudjuk, hogy egy nagyon színvonalas program nyitja meg a kulturális évadot ebben az évben is. Hogy álom, mert mindig más. Az súlya lehetsz-e még egy igazi sztár, kaptán és lemezen a neved már. Azt hiszem, nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy ebben a nehéz helyzetben is az a legfontosabb, hogy működni tudjunk.
Az előző év végén, utolsó negyedévben igen komoly megtakarítás sikerült elérnünk az intézményükbe, közel 50-60%-os energiamegtakarítás mind a távhő, mind a villamos áram terén sikerült elérni, de hát az áremelések sajnos ennél még nagyobbak, tehát így is egyrészt folytatni kell ezt a takarékosságot, másrészt majd az idejévű költségvetésünk tekintetében tudunk előrébb látni. A városi nagy rendezvények is majd ennek függvényében kerülhetnek megszervezésre. Mi mindenképpen arra készülünk, hogy a nehézségek ellenére folytassuk az előző évek megkezdett munkáját, és talán azt is elmondtuk az év végén, amit nagy örömmel most is elmondhatok, hogy beért annak a munkának a gyümölcs, amit a Covid utáni időszakban először nehezen éltünk meg. Most már újra teltházasak az előadásaink, legyen az bármilyen színházi, egyéb más kulturális esemény, moziműsorok, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk ebben az évben is vissza a város és a térség lakóit. Az igazgató a márciusi hónap programjairól is beszélt. A Petőfi emlékév kapcsán a március 15-i ünnepséget is egy picit nagyobb mértékben, nagyobb léptékben kívánjuk megszervezni. Március 11-én több hagyományőrző egyesülettel és a budai honvédek kiváló felkészültségének köszönhetően valószínűleg egy nagy csata jelenetet tudunk ide varázsolni a város központjába, ahol bemutatkozhatnak a magyar huszárok, a honvédek, a hagyományőrző ruhák, fegyverek, ágyudörgés, lovas csata, lovasroham és sok-sok más érdekes program vonza szerintem egy kicsit nagyot egyaránt. Természetesen a március 15-i emlékünnepség is ugyanolyan fontos szerepet tölt be ebben az évben, de most ez 2023-ban a jeles évforduló alkalmából egy több napos rendezvénysorozat lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!